Sziasztok, Komár Zsolt vagyok, és hát néhányan már várjátok ezt a felvételt. Hát még egy picit várnotok kell ahhoz képest, amíg ezt elkészítem, és még ki is kerül. De most ne várjatok egy olyan rettenetesen profi, megkomponált, felépített történetet. Szándékosan nem írtam semmiféle hegyi beszédet, meg beszédet, amit itt megtarthatnék, vagy elmondhatnék. Azt gondolom, jó lesz ez is spontán módon is. Hát Ugye miért is, miért is. Nagyon sok dolog történt most itt az elmúlt egy-két-három hónapban, ami, ami azért úgy viszi az embert jobbra-balra, de ezzel együtt is azért valahogy sikerült, sikerült, egy olyan irányban maradni, amilyen irányt már egyébként is korábban is elkezdtem felvenni, elkezdtem elképzelni. Ugye többen látogatjátok, köszönöm szépen ezúttal is többen látogatjátok az erről szóló oldalamat, a networker oldalamat, ahol ugye igyekszem jobbnál jobb, szerintem jobbnál jobb tanításokat, idézeteket, motivációt, tippet, trükköt, ilyeneket hazahozni, és azért mondom, hogy hazahozni, mert ezek általában angol száz nyelvterületről erednek olyan mesterektől, tanítóktól, akiktől tényleg maximálisan érdemes tanulni, maximálisan érdemes követni őket, és ez akár még cégfüggetlen is lehet, de hát kezdek ugye úgy, úgy elhíresülni, elhíresülni, mintha a struc lennék, meg szerelmes lennék a cégembe. Nem vagyok szerelmes a cégembe, kedves hölgyeim és uraim, ezt most ezennel itt a nyílt színen bejelentem, hogy a cégemben nem vagyok szerelmes, az iparákban viszont határozottan igen. Határozottan igen, és éppen ebből kifolyólag számomra nagyon lényeges, hogy amit én ebben értéknek gondolok, amit értéknek érzek, azt én úgy gondolom, hogy elhozom nektek is, és remélhetőleg ti is kaptok ebből valamit, ti is tudtok ebből meríteni valamit. És hát most itt ugye bejelentésről volt szó, bejelentés lesz is, és hát tényleg nagyon sok változás volt, most bejelentettem még azt is, hogy nem vagyok szerelmes a cégembe, de jó Isten, most mi lesz? Hát gyakorlatilag az lesz, hogy én itt sok mindent csináltam, már sok mindent rosszul, sok mindent jól, hála Istennek úgy érzem, hogy tanultam ezekből a dolgokból. Én nagyon sok olyat megtanultam, hogy felismertem magamban olyan elme vírusokat, amiket szerintem még lesz még gyomlálni, de ti is, hogyha magatokban néztek, hogyha nézitek ezeknek a mestereknek, tanítóknak, nevezzük őket, nevükön, ugye Erik Wori, Randy Gage, és még hosszan sorolhatnám, hogyha az ő dolgaikat megfigyelitek, akkor rájöhettek olyan dolgokra, amik, amik, amik nagyon sokunkban ott vannak, nem általánosítok, nem mondom, hogy mindenkiben, de nagyon sokunkban ott vannak nagyon sok network marketingel kapcsolatos tévhit is be van csontosodva, be van gyökeresedve, és nem magyar jelenség még ez sem, tehát még ilyen szinten sem mondom én azt, hogy új, itt mi van, te jó Isten, és most mi lesz. De ezek a népvándorlások, amik, amik voltak, meg amik most is vannak, még, még mindig vannak népvándorlások, ugye, hogyha valaki egy picit odafigyel a piacra, akkor ezt látja, Ak akkor meg fogja tudni figyelni, tetten tudja érni ezeket, ezeket, a, ezeket az elmevírusokat, ezeket a tévhiteket, ezeket a hiedelmeket, amik hódítanak, hódítanak. Én azt javaslom mindenkinek, én a közelmúltban újra néhányszor elolvastam Rendinek a manifestóját, rendigi is manifestóját, hát az is gyomlál egy rendeset. Most uh, nyilván sokan fogják említeni Dave Kavernek egy tan tanulmányát, az is nagyon jó, és sok nagyon jó dolog van benne, viszont hajlamosak egy páron ezt másképp értelmezni, mint ahogy, mint ahogy szerintem illik értelmezni. Miért is? Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy <kül> itt azért van még mit megtenni, meglépni, annak érdekében, hogy ez valóban tényleg egy szakma legyen, és szakmaként kezeljük, üzletként kezeljük. Nekem is van mit tennem. Tehát én is eddig valóban egy próbálkozó és egy amatőr között voltam, én odasorolom magam, ebből talán a lelkesebbik fajtába egyébként, ez szerintem látszik, meg akik ismertek, tudjátok is. És Hát van aki, van, aki nem jut túl a próbálkozó fázisból, van, aki hosszú évek során sem jut túl a próbálkozó fázisból, és hát ezen úgy tudunk segíteni csak és kizárólag, hogyha ismereteket adunk át, ismereteket terjesztünk, és hát részben az oldalom is részben erről szól, nem csak erről szól, Részben arról is szó, hogy összehozzon egy olyan közösséget, ahol, ahol hasonló gondolkodású emberek összejönnek. Uram, bocsánat, nagyon örülök neki, hogyha bekommenteltek, hozzáadtok bármit a gondolataitokból. Ha viszitek, hírül viszitek, akkor azzal segítitek azt, azt a tevékenységet, amit csinálok ezen a, ezen a szintéren, vagy ezen a fronton. És hát egy kicsit el is jutottunk oda, amit én most így bejelentésnek szánok gyakorlatilag. Én elhatároztam végre valahára, végre valahára elhatároztam, eldöntöttem, elköteleztem magam amellett, hogy na most akkor lépjünk tovább, tehát ebből az amatőr, próbálkozó, próbálkozó amatőr kombinációból ebből azért igyekszem én most már is elmozdulok Egyre inkább a, a, az amatőr-amatőr, aztán később az amatőr-profi, majd a profi felé, a profi irányába. És amiért ezt bejelentem, kijelentem, az az, hogy az a szándékom is ezzel, hogy bejelentést teszek, bejelentést csinálok, hírverést csinálok ennek, mert szeretnék egy pár gondolatot ébreszteni fejekben, aki erre nyitott, aki nem, attól nincs mit kérnem, nem fogok kérni senkitől semmit. De azért én azt javaslom, hogy üljünk le, gondolkodjunk el egy kicsit, hogy hogyan csináljuk az üzleti tevékenységünket, hogyan építjük az üzletünket, vajon próbálkozók vagyunk, amatőrök vagyunk, vagy profik vagyunk, vagy akarunk-e egyikből a másikba átkonvergálni, átalakulni, átmenni, fejleszthetőek vagyunk, fejlődni képesek vagyunk, akarunk-e fejlődni, én akarok és egy kicsit segítő kezet is akarok másoknak is adni ebben. Ez nem Mátai szolgálat, ez nem arról szól, hogy te jó Isten a zsoltiból kitölt a rendességroham, roham, ez arról szól összesen, hogy én ezt tényleg megszerettem, ezt a szakmát szakmaként szerettem meg, az összes, az összes olyan dolgát, ami előre viszi az embert, ami fejleszteni képes embereken, és ez jóval túlmutat a pénzen, ez jóval túlmutat a pénzen, de megvan az a nagyon jó mellékhatása, hogy előbb-utóbb, akik ezt az utat elkezdik járni, azok tényleg prosperálni, és jobban fognak prosperálni. Kevesebb elmevírus, több profizmus, előremutató dolgok ezek, és a bejelentés tárgya az összesen ez, hogy én azon túlmenően, hogy építem az üzleti tevékenységemet, végzem, építem az üzletemet, építem a hálózatomat, én kitűzem ezt a zászlomra, hogy nyilvánosan kitűzem a zászlomra, kihirdetett módon kitűzem a zászlómra. Én szeretném igenis ezt terjeszteni, ezt az igét. Vannak ennek már képviselői itt Magyarországon, hála Istennek egyre többen és többen, tehát nem vagyok egy apostol, nem vagyok egy első fecske, ennek viszont nagyon örülök. Viszont azt szeretném, hogyha ez egyre szélesebb körben terjedne, és hát erre az a módszer, hogyha ti is terjesztitek, én is terjesztem, mindenki terjeszti, elkezdjük úgy csinálni, elkezdjük azt gyakorolni, azt a jobb, beváltabb gyakorlatot, ezt a profib gyakorlatot, amit ezektől az emberektől meg lehet tanulni, tényleg nagyon egyszerűen meg lehet tanulni, csak csinálni kell, megtanuljuk azt az attitűdöt, megtanuljuk azt a hozzáállást, ami ehhez kell, és előrébb leszünk mindannyian. És azzal, hogy előrébb leszünk mindannyian, sok mindenki más is tehát ez itt a segítés része a történetnek, mondom, nem egy máltai dolog, ez inkább szerelem kérdésén azt gondolom, vagy szeretet kérdése az iparággal kapcsolatban. <kül> és hát a bejelentés záró része lehetséges, hogy most többen azt várták, hogy akkor én is felállok és megyek egy következő céghez. Én ennek nem látom értelmét. Nekem ennél a cégnél, ahol én most vagyok, nekem még van mit tennem. Van tennivaló, hála Istennek perspektíva is van benne. Olyan irányba kezd alakulni a cég összes dolga, vagy legalábbis nagyon-nagyon sok dolga, ami előremutató és a stabilitást hivatott tényleg növelni, erősíteni. Azt, hogy ne legyenek már ilyen népvándorlások. Elment egy első hullám, elment egy első lufi, viszont most, jön, most jönnek a, a jobb évek. Én ebben meg vagyok győződve, és éppen ezért. Szilárdan elhatároztam, hogy ebben az üzletben, ahol most is vagyok, itt fogom ezt a tevékenységemet a továbbiakban is folytatni. Egészen addig, amíg ez az üzlet úgy szolgálja az én céljaimat, érdekeimet, ahogy én is szeretném. Viszont ehhez az, hogy én oda tegyem az asztalra, amit oda kell tennem az asztalra. Tehát az nem lehet kifogás senkinek, szerintem, hogy felhívtam három embert, nem jöttek, akkor rossz az üzlet. Az sem lehet kifogás senkinek, én úgy érzem legalábbis, hogy az üzlete, mondjuk egy másik piaci szegmensbe pozícionálta magát, ezáltal egyébként magasabb bevételeket szerezhet, aki nem pánikol be, de ettől bepánikol mégiscsak, és azt mondja, hogy úristen, tehát mi lesz az emberekkel? Hát egy másik piaci szegmensre kell átváltani, egy másik gondolkodásmódot kell felvenni, más megközelítést kell alkalmazni. Úgyhogy itt ennyiről szól, ez a történet is alkalmazkodni kell, és szépen profint csinálni konzekvensen a tevékenységünket. És a bejelentés ismétlem összesen annyi, hogy csináljuk ezt minél többen, én ezt fogom csinálni, hirdetem az igét, hirdessétek ti is, és mindenkinek nagyon sikeres, boldog hálózatépítést, és sikeres fejlődést, önfejlődést, személyiségfejlődést, anyagi fejlődést, függetlenséget és szabadságot kívánok. Sziasztok!